Sziasztok! Kis Virág vagyok, és ez itt a Fitnapló, a Biotech USA életmód magazinja. Iratkozzatok fel még ma a megújult YouTube csatornánkra friss videókért, töltsétek ki a Lifestyle oldalunk kérdőívét, és váltsunk együtt életmódot! A Fitnapló előző epizódjában bemutatkoztak a Biotech USA szakértői, valamint a mentorok, akik tudásukkal és tapasztalatukkal segítik az életmódváltókat céljaik megvalósításában. Ma pedig megismerhetitek a szerencsés kiválasztottakat, akik segítségünkkel egy új, fittebb és egészségesebb életet kezdhetnek. Lássuk, kik vállalták az életmódváltás nehéz, de annál izgalmasabb kihívását. Gyurica Péter vagyok, Csomádon élek. 20 éves vagyok, és a célom az izomtömeg növelése. Pavel Szabina vagyok, 21 éves, másfél éve élek körülbelül Budapesten, és fogyás a célom. Csermák Bence vagyok, Rádon élek, 20 éves vagyok, az ELTE-re járok egyetemre, és a célom a szelkásítás. A világéletemben sportoltam, már gyerekkoromtól kezdve. Lehet látni, hogy kosaraztam, fociztam, judoztam elég sokáig, illetve gyerekkoromtól kezdve zongorázom, néha gitározni is szoktam. Egész sok sportot kipróbáltam életem során, azonban még az edzésben nem kóstoltam bele, és szeretném kipróbálni magamat ezen a téren is. Itt dolgozom a Mekkában recepciósként, körülbelül fél éve vagyok itt. Szabadidőmben barátokkal vagyok, szórakozni járunk. Szeretek emberekkel foglalkozni, igazából szeretem ezt az egész környezetet. Fél éve kezdtem el körülbelül edzeni, annyi, hogy az étrendet azt nem nagyon tartottam, és még sajnos nem tartok sehol ahhoz képest, ami szeretnék lenni. Az egyetem mellett egy telekommunikációs cégnél dolgozom, azon kívül amerikai focizom, és mellette kondizom. Az amerikai futballt 2014-ben kezdtem, először itt Vácon, a Vác Pandas színeiben, majd 2016-ban átigazoltam a Budapest Wolveshoz. Az amerikai futball sok mindenre megtanított. Az első ilyen nagy dolog a fegyelem, mert nagyon nagy fegyelmet igényel, nagyon fontos a csapatszellem, hogy egybe legyen az egész csapat, mert egy emberen bukhat minden. Próbál mindenkinek 100%-ot kell teljesítenie. A jelenleg körülbelül olyan 73-74 kiló között mozgok, és szeretnék felszedni legalább azért 3-4 kiló izmot. Nagyon izgatott vagyok, nagyon érdekesnek tartom az egész programot, az egész ötletet, és nyilván az egész folyamatra is kíváncsi leszek, meg magamra is, hogy hogy fogom tudni az egészet kibírni, illetve megoldani, megismerni jobban így a testemet, és remélem, hogy el tudom érni a célomat, amit kitűzök magam elé. Igazából én nem méregetem magam súlyba, hogy mennyit fogyok, meg mennyit nem, hanem azt próbálom elérni, hogy a combomról, a derekamról az, ami így kényesebb dolog testemen, és onnan fogyok nehezebben, hogy igazából az menjen le egy kicsit. Egy valami van, amiben nagyon kellene fejlődnöm, az pedig az önkontroll. Azért érzem jónak, hogy elkezdem ezt a programot, mert magamtól valahogy soha nem éreztem úgy, hogy én véghez tudnám vinni úgymond azt a célt, viszont hogyha van mellettem valaki, akkor még így pluszban motivál. Most a Biotech USA segítségével úgy érzem, hogy meg tudom valósítani a dolgokat, amiket szeretnék. Az amerikai futball mellett fontosnak tartom az esztétikumot is, ezért vágtam bele ebbe a szelkesítás projektbe. Amint láthatjátok, az elhivatottság már megvan, most már csak egy kis támogatásra és egy kis tudásra van szükség. Az életmódváltók a Biotech USA központjában találkoztak a szakértőkkel, hogy felvértezzék magukat szükséges ismeretekkel. A termékek közül ugye a fehérje, a multivitamin csomag, illetve egyéb hasznos zsírok, az aminósav készítmény és az extra termékek, mint az ízületjavítás, esetleg egy kis extra löketet biztosító Supernova, illetve a fehérje szeretek, ami mindig jól jön. Ezek azért vannak így megkomponálva, mert a fehérje bevitelt érdemes ugye felhúzni, maximalizálni, nagyjából ezt a 2-2,5 gram per tesszük kilogrammos mennyiséget érdemes úgymond kitűzni magunknak napi szinten. A táplálékkiegészítő tanácsadás nagyon hasznos volt,
mert eddig úgy érzem, hogy alapvető táplálékkiegészítőket használtam, viszont most sok olyan információt kaptam, amivel sokkal tudatosabban tudom majd használni ezeket a termékeket. Amire nagyon oda kell figyelnünk és változtatnod lenne érdemes, tehát szénhidrát alapanyagok, tehát hogy a fehérjést, a fehérlisztes termékeket, azokat mindenképpen cseréljük ki, barna rizsre, baszmati rizsre. A köretek közül egyébként a hajdinát, kölest, bulgurt, kuszkuszt, ezt mindenképpen a változatosság miatt érdemes lenne beilleszteni, beraknunk. Tudom, hogy az étrend az fontosabb, mint az edzés, viszont ebbe még nincs elég jártasságom, és nagyon remélem, hogy a bejátékusának a szakértői ebben fognak tudni segíteni. Izomtömegnövelés a célod, ugye azért jöttél, azt is tudjuk, hogy nem baj, hogyha 5 kg, de az se baj, ha 10 kg, és a kiegészítők közül látod, ez az alapcsomagból a fehérje, a szénhidrát és a kreatin kombinációja, illetve hát a vitaminbevitelnek a megfelelő kiegészítése, hát ez egy eléggé komoly csomag, és ez mégiscsak egy alapcsomagról beszélünk. Minden csomagnak a felépítése úgy néz ki, hogy van egy alapcsomag, vagy egy alaptartalom igazából, és akkor ahhoz jönnek még extra kiegészítő termékek, de ami alap, az egy fehérje, egy vitamin, itt látod az aktívumát, és egy testsúlykontroll formula. Nálam, mivel eleve izmosodás plusz növekedés a cél, így ahhoz, hogy ez meg tudjon történni, kelleni fog fehérjebevitel, és kelleni fog megfelelő szénhidrátbevitel. Most a salátával nem fogsz messze jutni. Alapvetően jók a zöldségek, és kellenek, csak ne az legyen, hogy grillezett csirke mellett eszel salátával, mert azzal nem fogjuk elérni a célt. Tehát neked kell mellé jó nagy húsi, egy jó nagy adag rizssel, és még egy jó nagy adag salátával, jó? És legalább egy ötször étkezést valahogy varázsoljunk be neked. De most a legnagyobb hibát, amit el tudunk követni egy étrend folyamán, az, hogy nagyon levisszük a kalóriabevitelt. Tehát vegyünk egy olyan példát, hogy mondjuk jelenleg te, mint ami 3000 kalóriát eszel, és ha most elkezdünk egy 1000 kalóriás étrend, ez egy brutál csökkenés lesz, és a kulcs az mindig az lesz, hogy éhezés soha nincs. Most, hogy van egy személyre szabott étrendem, úgy érzem, hogy ezáltal kevesebbet fogok csalni, és jobban be fogom tartani a dolgokat, hogy ezt az egészet komolyabban fogom venni. Eljött a nagy pillanat, hogy az életmódváltók megtudják, ki lesz a mentoruk. Lássuk, milyen volt a nagy találkozás. Kisenő, ugye nem kell szerintem őt bemutatni senkinek se. Már láttam tőle videókat a Biotech oldalán is, nagyon szimpatikus. Remélem, hogy jobban meg tudom ismerni személyesen, illetve biztos vagyok benne, hogy jó kapcsolatunk lesz, mint az edzőteremben, mint azon kívül, remélem. Ciao, Kisenő. De jó arany volt, tök jó látni. Leülünk egy kicsit, legyünk lazában. Hogy van időd erre az egészre, hogy hetente hányszor tudnál jönni? Amennyi szert kell. Hát erre mindenképpen időt szeretnék fordítani. Ezt akartam hallani. Ez jó hangzik, mondom, beugratlan, de helyes hát a válasz. Hát csak egyszer sajnos. Nem, természetesen ez prioritás lesz most az életemben. Szuper. Eddig a 2-3 hónapig mindenképpen. Nyilván súly mellett azért nehezebb lesz, de mindenképpen azért úgy fordítok erre időt, hogy jó legyen mind a kettőnknek. Jó. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen heti 4 edzéssel optimális lesz ez a megoldás. Így marad időt tanulni is, meg csajozni is, úgyhogy az is kell. Persze. A tömegnöveléshez. Hogy de. Lehet, hogy sokan meglátják Jenőt először, akkor nyilván nagy izomtömeg lett, megijednek tőle, de ahhoz képest teljesen kedves ember volt, nagyon, nagyon jó fejtökről elbeszélgettünk egymással. Tök intelligens ember, és tényleg várom a közös munkát. Szeretném látni azt, hogy a konditeremben hogy működsz, meg milyen terhelést tudok rátenni, de mindenképpen az alapoktól kezdjük el. Én úgy gondolom, hogy átbeszéltünk mindent, amit én szerettem volna rólad tudni, úgyhogy jó lenne belekezdeni az edzésbe, mit szólsz? Örülnék neki. Akkor mehetünk most? Menjünk. Helyes. Nyomjuk meg. Kéne tudnom kelni. Igazából, ahogy találkoztam vele, így nagy pozitív csalódás volt, mert végtelenül kedves, nagyon jó fej. Úgyhogy várom már, hogy együtt dolgozzunk, várom már a közös munkát, az edzésekre is kíváncsi vagyok nagyon. Maga az életmódváltás és ez az egész program arról szól,
hogy mi beleszokjunk egy újba. Ez azt jelenti, hogy ne egy jó effektus, ne egy 4 hétig tartó diéta, ne is egy 8 hétig tartó, hanem megpróbáljuk úgy átvariálni a mindennapjaidat, hogy ez ilyen könnyen, rutinszerűen, egyszerűen menjen minden nap, és ne úgy fogd fel, mint hogyha te minden nap diétáznál, ha neked minden nap kötelező lenne edzeni, hanem ezt te élvezettel és könnyedén tud majd csinálni. Az egy nagyon jó, hogy van egy célkitűzésünk most, egy ilyen rövid távú célkitűzés, hogy szeretnénk 5 kilótól megszabadulni. Na ehhez az kell, hogy tudatosítsuk magunkba, hogy nem elég, hogy összerakjuk ugye az étkezésünket, nem elég, hogy megtanuljuk majd, mert ezzel meg fogjuk tanulni, hogy mi mit tehetünk, mikor, mennyit, és a végén már méregetni se kell. Mindig tudni fogjuk, hogy a mi testünknek mi az, ami jó, és mi az, ami kevésbé, mert az életmódváltásnál azt a leges-leges legfontosabb nekünk megtanulni és tudatosítani, hogy ez nem fog menni egyik napról a másikra. Lehet, hogy az elején nagyon sokat fogunk változni, viszont fel kell lelkileg is arra készülnünk, hogy lesz egy tagnálás. De ezt te is látni fogod, hogy nem csak hétről hétre, hanem utána hónapról hónapra is egyre több mindent fogsz tanulni saját magadról, és látni fogod, hogy mikor mi az, ami jó, és mi az, ami kevésbé. Úgyhogy én ebbe fogok majd segíteni, és remélem, hogy tényleg ez egy sikeres dolog lesz, egy hosszú távú, ahol még hogyha picikét lesznek is megingások, akkor mindig könnyedén vissza tudsz majd térni erre az útra, hiszen most ez az időszak, ez arra lesz jó, hogy mi közösen ezt elkezdjük, és segítek neked, hogy ezt hogyan lehet tényleg megtanulni, hogy ez ilyen könnyedén menjen. Kiderült, hogy Bálint és Zoárt lesznek a mentoraim, ami nagyon izgatott vagyok, mert már régóta követem őket, és végre találkozhattam velük, ez nagyon jó élmény volt. Korábban foglalkoztál már ilyesmivel, hogy most rárepültél egy vagy szálkásítás, vagy tömegnövelés, vagy volt ilyen kis periódusod? Eddig inkább a tömegelés dominált, mert azért az amerikai focihoz kell a tömeg, meg az izom, meg az erő, de most kipróbálom ezt is. Arra kíváncsi vagyok, hogy mire vagyok képes, hogy a testem is mit bír. És ha már szálkásítás, ugye ennek fontos része lesz az étrend is, hogy milyen diétát követsz. Nem egy versenyre készülsz fel, de valamilyen szinten egy ciklust fogsz ezáltal lezárni. Tehát ugye lesz 12 heted arra, hogy ezt a programot teljesítsed, hogy minél jobb formába kerüljél a végére. És ennek érdekében valamilyen szinten egy csúcsformát is szeretnénk biztosítani számodra, és talán egy olyan külsőt tudunk prezentálni általad, amire te is nagyon büszke leszel, és 60%-ban tőled fog függeni a siker, illetve a sikernek a kulcsa, hiszen te rajtad fog múlni, hogy az edzéseken mennyit fogsz tudni kihozni magadból. Esetleg, hogyha negatívabb, rosszabb stádiumba kerülnél, hogyan rántod magadat ki belőle, mennyire fordulsz hozzánk emiatt, mert nyilván azért is leszünk neked is ott, hogy ebben is tudjunk segíteni. Itt most egy X7-es periódusról lesz szó, de nekünk nem csak az a célunk, meg neked sem majd nem csak az lesz a célod, hogy a végére egy életed legjobb formáját hozd akár, hanem ez egy hosszabb távú befektetés. Lesznek rosszabb időszakok is, lesznek jobbak is, de a lényeg az, hogy szerintem kettő nevében is beszéltek, hogy kommunikáció szinte ez lesz a legfontosabb, és hogyha ezt meg tudjuk valósítani, akkor nem lesz semmilyen problémád. Van-e olyan testrészed, amire esetleg, hogy mondjam, kevésbé vagy büszkébb, amit egy kicsikét jobban szeretnél fejleszteni és gyengébbnek érzel? Ha van ilyen, akkor melyik izomcsoport lenne az? Talán a lábaim mindenképpen szeretném, hogy nagyobbak legyenek, viszont úgy gyorsabb is legyek. Srácok, én azt mondom, hogy eleget beszéltünk már így elméletben az edzésről. Itt az ideje, hogy megnézzük, hogy mire vagy képes a konditeremben, úgyhogy nyomjunk is egy ütős edzést. Menjünk akkor! Már nagyon várom az első edzést a srácokkal. Már összepakoltam hozzá, beraktam minden cuccot. Hogy mit várok? Azt várom, hogy kockásom legyen. Hamarosan újra jelentkezünk, és megtudhatjátok, hogyan teljesítettek az életmódváltók az edzőteremben. Iratkozzatok fel a csatornánkra, töltsétek ki a Lifestyle oldalunk kérdőívét, és váltsunk együtt életmódot! Biotekusa, the feeling of success. További inspirációkért kövess minket Facebookon és Instagramon, iratkozz fel YouTube csatornánkra, és látogass meg a weboldalunkat.